A hazaiak két vereséggel, a vendégek két győzelemmel indították a szezont, és a szerdai meccset is a Szolnok kezdte jobban. Az első negyed végére 7 pontos előny szereztek a 3 pontosokra építő tiszapartiak. A második negyedben is hasonló mederben folyt a játék egészen az utolsó percekig. Akkor egy 11-0-ás rohamot produkáltak a cápák, és csak azért 3 pontos előnnyel vonultak le a nagy szünetre, mert Dolezsáj ritkán látható kosarát némi videózás után visszavonták a játékvezetők. Fordulás után fejfej mellett haladtak a felek, olyannyira, hogy a záró 10 perc 59-59-es állásnál kezdődött. Az utolsó percig nyílt volt a mérkőzés, a hajrá azonban a rutinosabb szolnokiaknak sikerült jobban, így a Nyíregyháza a szoros meccsen is, de elszenvedte a harmadik vereségét a szezonban. Nagyon jó energiával kezdtünk, azt gondolom, hogy ami nagyon fontos volt, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy megérkezünk a bajnokságba, szóval az első két meccsen nem sikerült, most úgy gondolom, hogy abszolút sikerült. Sajnos pár olyan buta hibát elkövettünk faultokkal, nagyon sokszor odállítottuk feleslegesen a Szolnokot a büntetővonalra, amivel ők éltek, hiszen 29 büntetőből 24-et bedobtak, de még egyszer mondom, ez a mi hibánk volt, hogy nagyon sokszor feleslegesen odállítottuk őket, illetve nagyon nehéz dobásokat kellett a végjátékban bedobniuk, hogy megnyerjék ezt a meccset, tehát elismerésem mindkét csapatnak, mert szerintem egy nagyon jó mérkőzés volt. Még nem tartunk jelenleg ott, hogy egy bajnoki címre törő Szolnokot nem tökéletes játékkal meg tudjunk verni. Mint a vendégek edzője elmondta, a mérkőzés előtt is tudta, hogy nem lesz könnyű dolguk Nyíregyházán. It was tough game. Nagyon nehéz mérkőzés volt, ilyenre is számítottunk. Miután a Nyíregyháza elveszítette az első két mérkőzését, biztosak voltunk benne, hogy a hazaiak motiváltan és fizikálisan fognak játszani. Megérdemlik a gratulációt. Ami minket illet, két győzelem után érkeztünk. Nem volt igaza annak, aki esetleg azt hitte, hogy ez egy könnyű győzelem lesz. Nem játszottunk tökéletesen, de ez egy nagyon értékes győzelem idegenben. Legközelebb jobb energiával kell játszanunk, és védekezésben jobban kell teljesítenünk. A meccsen 16 pontot szerző Williams szerint előreléptek az előző két mérkőzésen mutatott teljesítményükhöz képest. Fiatal csapat vagyunk, ezért néhány dologban változtatnunk kellett az eddigi elképzeléseinken. Ez több esetben jól működött a mérkőzésen, de főleg a végjátékban hibákat követtünk el. Jó irányba tartunk, de ezeken még dolgoznunk kell. A forduló további eredményei a következők: Kecskemét Deac 87-69, Oroszlány Budapesti Honvéd 62-68, Zalaegerszeg Albafehérvár 70-76 és Kaposvár Atomerőműese 87-85. A kék cápák szombaton Szombathelyen lépnek pályára.